Megtévesztette az embereket a kormány a Sinopharm vakcinákkal, véli Burány Sándor. A politikus a járványkezelés gazdaságot érintő részével is elégedetlen, szerinte azt elbukta a kabinet. Burány Sándort kérdezzük. Kezdjük a vakcinával, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Képviselő úr, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy a harmadik oltás jöhet, és nem magyarázza el, hogy miért feltétlenül csak azért, mert hogy a kínai vakcina, hanem mert hogy vannak, akik nem védettek, és ez így biztonságosabb. Akkor ezt egyúttal beismerő vallomásnak kell tekintenünk? Tényleg, mert ön ezt mondja, de ebben nem volt beismerés. Hát ilyen Orbán Viktoros beismerő vallomás volt, úgyhogy nem tudott kitérni már a tények elől, mert már nem csak a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat mérési adatai mutatták ki, hogy 60 éven felül a Sinopharm hatékonysága meg se közelíti ugyanennek a vakcinának a 60 év alattiak esetében mért hatásosságát, de a Semmelweis Egyetem is hasonló számokat hozott ki, bár ezt a statisztikát megpróbálták elhazudni, elcsalni. Hát azért Merkeli professzor előállt vele, csak ott egészen más számok voltak, jobb számok voltak, mert másféle tesztelést használtak, ezt itt hoztam. Meg ők nem csak a 60 éven felettieket mérték, és ebben hazudott a kormány, a 60 év felettieknél néhány százalékpontnyi különbség volt. Igazából azért kellene bocsánatot kérni az ön álláspontja szerint, mert oltották a 60 felettieket, miközben a kínaiak megmondták, hogy 60 alattiakat kell ezzel oltani? És ez az egyik, ez a fontosabb és ez a súlyosabb dolog, hogy 60 éven felettiek esetében olyan vakcinát alkalmaztak, ahol maga a gyártó is azt javasolta, hogy 60 év alattiakat oltsanak fel, és egyébként mindenhol a világon, ahol alkalmazták egyáltalán a Sinopharmat, ezt a eljárást követték. Az a gondolat, hogy minél több embert és a legveszélyeztettebbeket bármivel, ami nem árt nekik, olcsunk, hogy nehogy bajba kerüljenek, hiszen azt lehetett látni, ugye a Pesti úti eset volt a legfényesebb, hát milyen kifejezés ez ide, a legszörnyűbb bizonyítéka annak, hogy az idősebbekre mennyire veszélyes ez a járvány. Hát az nem legitim eleve, hogy ezt nem mondjuk az OGI, vagy nem az Európai Gyógyszerügynökség hagyta jóvá, még csak nem is az egészségügyi miniszter, hanem a külügyminiszter. Tehát akinek semmi köze ahhoz, hogy egyébként ez a vakcina jó, hatásos, nem hatásos, egyáltalán mi van. Tehát az, jóvá hagyta ezt a vakcinát itt Magyarországon? A bevezetésről Szijjártó Péter döntött. Egész pontosan úgy volt ez a folyamat, hogy a kormány felállított egy szempontrendszert, ha valahol a világban legalább 1 millió embert beoltanak vele, ha egy EU-s országban, vagy EU felé haladó országban alkalmazzák, akkor a külügyminiszter felhatalmazza arra, hogy engedélyezze Magyarországon történő használatát is. És pontosan ez történt, két nap múlva a kormány határozat után Szijjártó Péter aláírta. Nem Kásler Miklós, nem az OGI. Az OGI lehet, hogy utána vizsgálódott, meg nem felvizsgálatok voltak, de a bevezetésről Szijjártó Péter döntött, ez de facto így van. És ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy bocsánat, amikor ezt megmertük kérdőjelezni, hogy ez így jó lesz-e, akkor azt mondták, hogy oltás ellenesek vagyunk, és kérjünk mi bocsánatot. Mert megmertük kérdőjelezni, hogy miért ennyiért, mert drágább volt minden más vakcinánál, miért a külügyminiszter engedélyezte, miért 60 év felettieket oltanak fel, mikor sehol máshol nem oltanak fel a 60 év felettieket, és akkor egyből oltás ellenesek voltunk, és ők követelték, hogy mi ezért kérjünk bocsánatot. Igen, a Covid pártján álltak, erre emlékszem, erre a mondatra, az értelmezhetetlenek tűnt, de közben meg az az érv, hogy mennyi embert menthettek meg azzal, hogy beoltották őket, az nem állja meg a helyét? Ezt szárnyaltabban kéne megfogalmazni, ezt nem önnek mondom. Igen, megállja a helyét, tehát világos, hogy van egy közvetett összefüggés a között, hogy mennyi embert oltanak be, és a között, hogy a vírus az mennyire romboló hatású. Csak hogy Magyarországon a kormánynak ezt ágában sem volt vizsgálni, az egyik két legsúlyosabb ellentmondását ennek az egész szomorú történetnek. Az egyik, hogy hogy van az, hogyha a világon a legjobbak közé tartozunk átoltottság tekintetében, akkor eközben a világon a legrosszabbak közé tartozunk az egyfőre jutó halálozások tekintetében. Akkor itt valami más összefüggésnek is kell lennie, mint az átoltottsági szintnek, mert akkor annak is jónak kellett volna lenni, de nem voltak jó a halálozási számok. A másik ilyen fontos összefüggés, hogy, na bocsánat, itt szavamat egyszerűen tévesztettem, hogy nem, bocsánat. Nem, maradunk ennél az egynél.
Ha most azt mondja a kormány, hogy bocsánat, akkor el van rendezve minden? Mert ezt követeli, mondja azt, hogy bocsánat. Hát ez mondjuk a minimum, de a felelősséget is vállalni kell. Ezt is mondtam sajtótájékoztatónkon, tehát ez az érdemi része a bocsánat, az egy gesztus. Beismerem, hogy tévedtem, elnézést kérek. Van ilyen, nem Orbán Viktor lenne, vagy Szijjártó Péter az egyetlen politikus, aki már mondott ilyen mondatot. Karácsony Gergely például tud ilyen mondatot mondani, ha úgy érzi, hogy hibázott. Orbán Viktor nem tud ilyen mondatot mondani, akkor sem, ha nyilvánvalóan hibázott, de a fontosabb, hogy a felelősséget is vállalják fel, mert egyre nyilvánvalóbb az, hogy a 60 év felettiek jelentős része, miközben be van oltva, egyáltalán nem biztos, hogy biztonságban van. Azt mondja, hogy nem sikerült a járványkezelés gazdasági szempontból sem, közben itt van a friss mai Eurostat adat, messze-messze minden fölött Magyarországon a legnagyobb az infláció az egész Európai Unióban, nálunk 5,3, a lengyeleknél ők jönnek utánunk 4,1%. Ez például egy mérőszáma önnek? Ez az egyik mérőszáma, de a másik az, hogy van egy nagyon erős rejtett munkanélküliség az országban, miközben a hivatalos foglalkoztatási adatok jók, csak hát én számtalan olyan esettel találkozom, amikor hivatalosan valaki alkalmazásban áll, éppen a legutóbbi fogadórámon volt egy férfi nálam ez ügyben, és közben egyébként kényszer szabadságom van, anélkül, hogy egy fillér jövedelme lenne a cégtől. Gyakorlatilag ő a foglalkoztatási statisztikában foglalkoztatottnak számít, ugyanakkor ténylegesen nincs munkája és nincs munkajövedelme. Egy ilyen rendelkezési állományban van, és nagyon sokan voltak. Ő mit dolgozik? Így. A Ferihegyi repülőtéren dolgozik, többet egyelőre nem tudok erről elmondani, meg megkérdeztem tőle, milyen adatok publikusak vele kapcsolatban, mert írásbeli válaszigénylő kérdést is. Igen, a Ferihegyi repülőtéren is a forgalom egész más volt. Ez egy külföldi cég, amikor dolgozik a Ferihegyi repülőtéren, és visszaestek, egyszerűen elküldték az embereket ilyen otthoni állományba. Azt mondja, hogy lehetett volna másképp is? Hát mi kezdettől fogva azt mondtuk, hogy az osztrák vagy a német módszert kellett volna alkalmazni, sokkal nagyobb pénzt, energiát kellett volna abba beleölni, hogy megmentsék a létező munkahelyeket, hogy ezeket az embereket ne küldjék haza, hanem ha 75%-on is, vagy 80%-on is, de van ugyanis... Azt mondja a kormány, hogy ezt csinálták. Tehát, ha megkérdez bárkit a kormányból, azt fogja válaszolni, hogy támogattuk a vállalkozásokat, hogy megmaradjanak a munkahelyek. Igen, de hogyha megnézzük a számokat, hogy hány forintot fordítottak erre a célra, és hány munkahelyet tudtak ezzel így megvédeni, akkor azt látjuk, hogy az összes foglalkoztatottnak nagyjából a 20%-át. Miközben Németországban, Ausztriában meg a kétharmadára kiterjedtek ezek a támogatások. Van olyan barátom is, aki külföldi repülőtéren dolgozik, őt is hazaküldték, de kapja a fizetése 75%-át. Micsoda különbség. Igen. Burján Sándor, köszönöm szépen. És köszönöm szépen.